Hare Krishna, üdvözlöm kedves Bhakti Yoga csoport tagok! Ma is egy kicsit beszélünk a Bhagavad Gita-ról. Egy első fejezet és a negyedik versről fogunk ma beszélni. Most beszéltünk, miután a Duryodhan választottam magának a hadsereget. Végül nem ez a lényeg, hogy mi választott, hanem miről maradt le, hogy ő letagadta, vagy mondjuk úgy Isten nélkül gondolta, hogy fog megoldani az életét. Bhakti joga nélkül, magyarul materialista életet választotta, és annak, és akkor most a negyedik versben, itt ő kezd felsorolni a hadsereget. Atrasura Mahasa, Bhima Arjuna Samayudhi, Yuyudhana Viratascha, Ami arról beszél itt ő, hogy elkezd felsorolni az ellenségnek a hadsereget, a neveket, akik ott harcolnak, harcosoknak a neveket. Ez igazából elárulja az ő félelmét, hogy ő most nagy félelemben van. És a védikus írások magyaráznak, hogy ha az ember ateista életet él, csak gondolja, hát én csak így élvezni tudok az életemet, az a legjobb, akkor ennek lesznek következmények, következők. Avidya, ez azt jelenti, hogy ember tudatlanságba kerül, elfelejti a saját természetét, szóval nincsen már teljes kép, azt gondolja, hogy én elfelejtem, hogy én lélek vagyok, akkor teljes téves kép miatt lesz aszmita, hamis ego, én a test vagyok. Ez azt jelenti, hogy Rágadvésa, én a test, ez azt jelenti, én is az enyém, és valamit szeretem, akkor ez az enyém, én csak ezt látom, és amit nem szeretem, az gyűlölöm, ez a dvésa, rágadvésa. Ez történik itt Duryodhannal gyakorlatilag, hogy ő már nem érti, ő azt gondolja, hogy ami a világban én kontrollálok, amit én elintézem, az így lesz. Ő már nem tudja, hogy van Istennek a tervei. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Krishna ő tökéletes, és minden történik az ő tökéletes tervek szerint. Akkor már nem látja teljes képet, inkább azt gondolja, hogy én tudok hatni a szituációra, a helyzetre. Ez történik. És ezért még ennek van egy következménye még, akkor abinivése, vagy a aszmita, nem vissza, avidya, ez azt jelenti, hogy ember elveszíti a teljes tudást, aszmita, hamis elképzelés lesz az egész világról, hogy majd én minden itt valamit elintézem, rágadvesa, akkor fölösleges dolgokhoz ragaszkodok, gondolom, hogy valami az enyém, dvése, gyűlölöm valakiket, nem látom, hogy mindenki Istenek a fia, hanem valaki tudok utálni, ami akadályozna nekem az én élvezetemet. És akkor végül abinivése. Ez azt jelenti, hogy félelem. Milyen félelem? A halálfélelem. Másik oldalról ott van az Arjuna és a többi bakta, bakti joga gyakorlók, akik tudják, hogy minden Istennek akarata szerint történik, és mi Istennel együtt vagyunk, és mi csak próbálunk teljesíteni az ő akaratát, és ilyenkor nincs félelemnek a helye. Teljesen boldogok és teljes kiegyensúlyozott félelem nélküli állapotban vannak. Na, ez egy pár gondolat a mai vershez. Köszönöm szépen, mindenkinek szép napot kívánok, és akkor majd találkozunk, és Hare Krishna!